A Kárpát-medencében is diaszpórában élő történelem, irodalom és reálszakos tanárok táboroznak Sátoraljóújhelyen. Az ötnapos konferencián több színvonalas előadást is meghallgathatnak a pedagógusok, ami segíti őket a szakmájukban. Ez az egyik célja ennek a tábornak, valamint az, hogy szoros kapcsolat alakuljon ki a résztvevők között. Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a napokban Sátoraljóújhelyre látogatott, ezáltal is színesítve az előadások sorozatát. Elmondása szerint több mint 200 pedagógus vesz részt a táborban, ami már mondhatni hagyomány, hiszen csak a pandémia ideje alatt nem szerveztek ilyen eseményt. Mondhatom azt, hogy gyakorlatilag a nemzet pedagógus társadalma és annak a krémjeit megjelenik. Nagyon fontos egyrészről ebben a világban áttekinteni azt, hogy mi az, amit mi tudunk adni a következő generációknak, és így magunk is hogy tudunk ebben az egyébként az Európa és a globális világ immunrendszerét is kikezdő világban megőrizni a saját értékeinket, hogyan tudjuk egymás iránt a szolidaritásunkat megőrizni. Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott előadásában kiemelte, hogy meg kell őrizni a nemzettudatunkat, hiszen a következő generációnak ezt kell továbbadni. Hogy a következő 10-20-30 esztendőben milyen lesz a nemzetünk gerince. Éppen ezért én magam is arról fogok elsősorban szólni, milyen kihívásokkal állunk szembe, és hogyan tudjuk egyébként ezt a nemzeti érzületet megőrizni gyermekeinkbe, és hogyan a gyermekeinknek, és hogyan tudjuk egyébként a mai világban az összefogással megteremteni azt, hogy mi magunk is békében és biztonságban érezhessük magunkat. A tábornapjait nem csak előadások, hanem kirándulások és kulturális események is színesítik.